Sziasztok! Krisztina nővér vagyok a 8 Boldogság közösségből, és a mai színezős videó mottója a hogyan lehetséges ez. Ezt a mottót is, mint az előzőeket, a Szentírásból választottam. Több olyan esemény, olyan találkozás van a Szentírásban Istennel, ahol a kiválasztott személy felteszi ezt a kérdést Istennek, amikor Isten valamire meghívja őt, vagy valamit megígér neki. Nekem tetszik a hozzáállásuk, és a kérdésfeltevésnek a módja. Hogyan lehetséges ez? Ebben van egy nyitottság, egy bizalom, egy ráhagyatkozás Istenre. Benne van az, hogy oké, Istenem, elhiszem, hogy lehetséges ez, de hogyan? Mondd meg nekem. Mondd meg nekem, hogy mit tegyek én. Azt gondolom, hogy ez a hozzáállás jól jöhet a hétköznapokban is, hogyha valami újonnan megtanulandó dolgot kell beépíteni az életünkbe, legyen szó akár a színezésről. Mai alkalommal, amit megtanulunk, az a színpalettának a készítése. Első kérdés, hogy mi az a színpaletta? Nevezhetjük egy színskálának is, ami papírra készül, és amiben jól látható a tollaink, ceruzáinknak a színei, a színeknek az elnevezései, esetleg még a színeknek a kódjai is. Második kérdés, hogy miért kell színpalettát készítenünk. Amikor megvásárolunk egy toll vagy ceruza készletet, sokszor látunk színeket a készletnek a dobozán, vagy színesek a tolltestek, esetleg a kupakok. Ugyanakkor, amit látunk a dobozon, a kupakon, a tolltesten, szín az nem biztos, hogy fedi a valóságot, vagyis a papíron nem biztos, hogy ugyanaz a szín jelenik meg. Ez különösen igaz a no-name és nagyon olcsó ceruza vagy toll készleteknél. Ennek iskola példája ez a pasztel készlet, mutatok nektek, ahol azt látjuk a kupakon, ezek nagyon-nagyon halvány, diszkrét színek. Megmutatom, hogy néz ki ez papíron, hát kissé erőteljesebbek. Szóval nem igazán tudjuk, hogy milyen árnyalatúak a toll vagy a ceruza készletünknek a színei. Ez egy alapkészletnél, ami 6 darabos is van, egy piros, egy zöld, egy kék, egy sárga, egy barna, meg egy fekete színünk. Nem túl nagy probléma, hiszen színezni akarunk, és szükségünk van egy zöldre, akkor kivesszük a zöldet. Ugyanakkor egy 10-12 darabos készletnél már általában egy színből két árnyalatot is találhatunk, például egy világos zöldet, meg egy sötét zöldet, és hát jó lenne tudni, hogy ezek mennyire világosak vagy sötétek, tehát ténylegesen hogyan mutatnak a papíron. A még nagyobb készleteknél, hiszen akár 72 darabos toll vagy ceruza készletet is vásárolhatunk, illetve a színes ceruzáknál különösen is fontos, hogy lássuk az árnyalatokat. Mivel a színes ceruzáknál rétegezhetünk, ezért például egy nagyon egyszerű piros színnél is nagyon sokfajta árnyalatot érhetünk el. Az akvarell vagy tinta ceruzáknál pedig fontos, hogy lássuk a ceruzának a száraz és a vizes változatát. Szóval, ha van egy színpalettánk, akkor később a színezéskor biztos kézzel választhatunk a különböző árnyalatok között. Következő kérdés, hogy hogyan készül a színpaletta. Nagyon egyszerűen fogunk egy fehér papírt, fölírjuk rá a készletünknek a nevét, hogyha tudjuk, vagy az, hogy ez egy no-name fieldstool készlet, 24 darabos, és utána beszínezünk egy kicsi kockát, vagy egy csíkot egyes színekkel, majd melérjük a színeknek a nevét. A márkásabb toll vagy ceruza készleteknél általában az írószergyártónak a honlapján megtaláljuk a teljes színpalettát a színekkel, a színek elnevezéseivel és kódszámaival, tehát meg tudjuk nézni, hogy a mi készletünkben milyen kódszámú árnyalatok jelennek meg. Ugyanakkor nem javaslom az esetleg letöltött gyári színpaletta kinyomtatását, ugyanis a nyomtatásban megjelenő színek nem lesznek ugyanazok, mint amiket a valóságban a papíron mi létrehozhatunk egy ceruzával. Szóval ott nem fognak megjelenni a színes ceruzának a rétegzéssel létrehozott árnyalatai. Mutatok nektek két komolyabb
színpalettát, az egyik egy 36 darabos színes ceruza készletről készült, a másik pedig egy 24 darabos tinta ceruza készletről. A tinta ceruza készlet színpaletta készítésénél arra ügyeljetek, hogy amikor vizes estettel áthúztátok a fölvitt színeket, akkor mindig a világosabbtól a sötétebbig haladjatok. Hogyha nem így tennénk, tehát a sötétebbtől, tehát balról jobbra haladnánk a vizes ecsetes áthúzással, akkor gyakorlatilag egyfajta sötét színt kapnánk, és nem látnánk a szép színátmenetet a világosabbtól a sötétebbig. Köszönöm a figyelmeteket, a következő alkalommal már elkezdtünk színezni, először filctollal és tűfilccel, mutatok nektek egy-egy készletet, és azt, hogy hogyan érdemes ezekkel színezni. Sziasztok!